ő lett a világ legjobb játékosa 2002-ben, rangidős a kínai válogatottban, és hát tőle kell a legjobban tartanunk. Ezen a VB-n is ő dobja a legtöbb gólt, és ő az igazi vezéregyéniség. Talán ki tudjuk kapcsolni. A kínaiak kezdik a játékot, és a kettes számú játékosról beszéltem az imént, aki már is kiharcol egy büntetőt. Chai Chao, ő volt az első kínai, akit külföldre engedtek játszani, azóta már hazatért. És hát ugye ismerve a kínai felfogást, e téren ez óriási dolog. Vezet az ellenfél. Csacsa Wang, vagy Wang Csacsa góljával. Hogy mondjam el azt, hogy a szövetség kapitányával beszélgetve azért több szakembernek is feltűnik, hogy olyan a Radulovic mindig kezd a védekezésben, ezt a külön kérése a játékosnak, hogy egy olyan 8-10 percet hagyd védekezzen, mert ez az ő támadó játékát elősegíti, erősebb lesz, gól erősebb lesz, úgyhogy mindenképpen hát ezt szerettem volna mondani. Eddig bejött már, ami ugye a gólerősséget illeti, hiszen Bojan Radulovic 36 góllal vezeti a világbajnokság góllövő listáját. Berling Detti meg ugyanott folytatja, ahol abba hagyta a szlovénok ellen. 12 kísérletből azon a mérkőzésen 10 gólt lőtt a magyar csapat világbajnoki újonca, és most egyből egyelőre elég jó kezdés. Mert kézzel együtt szerez labdát. Azért lesz nagyon nehéz a középső kettes számú játékot semlegesíteni, mert a beállójuk iszonyatos erőteljes beálló játékot játszik, és a középen amennyire sikerül semlegesíteni, akkor ő sem fog tudni nagy valószínűséggel többet kapura lőni. Siti Eszti pedig kihagyja a mizicerünket, nagyon kár érte. Csájt nem tudja Kirchner szerelni, ez támadó szabálytalanság. Jó, eddig nagyon jól fújnak a bírók. Megint miénk a labda. Pedig de nagyon kellett volna Csiti önbizalmának, hogy bemenjen ez az ígyszer. Gondolom Bózs Bának különszer azzal lesz szintén erről a hármas beállójátékosról beszélünk, aki hátsó közepet érekező, hogy azzal mozogjon el jobbra-balra, ha kell ki is állítani. Radulovic, de mozgékony ez a kínai fal. Magyar szabaddobás. Hát ezt már láttuk az eddigi mérkőzéseiket is, ugye a kedves nézőknek nem volt alkalmuk megfigyelni őket, nekik itt annál inkább. Bohus, Radulovic, és véd a kínai kapus. Aki jóval jobb, mint a szlovén kapus. Bizony. És megint az ellenfélnél az előny, Liu a gólszerző. Kína válogatottja már ott van az olimpián, hiszen az ázsiai selejtezőben megelőzte Koreát, és megelőzte Japánt is. Ez utóbbi egyáltalán nem lebecsülendő már, mint hogy Japánt megelőzték, hiszen Japán döntetlen játszott Koreával, és miután ugye Kína is döntetlen játszott Koreával, de Kína megverte Japánt, így aztán a kínaiak jutottak tovább. Ők tehát nyugodtan játszhatnak már ezen a VB-n. Ha nem sikerül tovább jutniuk, akkor sincs tragédia, ők már résztvevői az athéni olimpiának. Nekünk még nagyon sokat kell harcolni azért a részvételért. Berling. Sajnos ez most nem volt igazán jó passz. Hogyha csak az eredményekből indulnak ki a kedves nézők, hogy a kínai válogatott pedig az összes mérkőzésen vereséget szenvedett, akkor hozzátennénk, hogy mindegyik mérkőzésen nagyon-nagyon megizasztották az ellenfeleiket, és ez a mérkőzés is nagyon-nagyon nehéz lesz. És úgy gondolom, hogy nüanszokon fog múlni a magyar csapatnak a győzelmet. Pont ezt akartam mondani, hogy hihetetlenül megtévedt ez a 8 és 9 gólos vereség, amit elszenvedtek a dánoktól és a németektől, illetve a dánoktól és a szlovénoktól, mert közel sem volt ekkora különbség, és a németeket iszonyatosan megszorították a kínaiak. Én azért bízom benne, hogy a végén itt nem lesz nagy izgalom, bár Kína ellen mindig nagy izgalom van. Sajnos Bokit eléggé fejbe lőtte ez a... Mondja, csak problémát jelent, nagyon érzékek mondján, tehát most már nem tudom pontosan, vagy a mellén, vagy a fején találták el, de... Ahogy láttam, a fejét fogja, de talán mindjárt megismérjük, és akkor látjuk, hogy mi történt. Na, de addig azért elmondom ezt a
két meglehetősen hátborzongató emléket közben Radulovics talpon. Szóval 95-ben ugye a hazai világbajnokságon úgy vertük a körcsarnokban 21-20-ra Kína együttesét, hogy 8-0-ra vezettünk már az elején, és a vége egyetlen kiszenvedett gólos győzelemhoz volt. Na most ennek az ellenpontja két esztendővel ezelőtt Olaszországban, amikor Kína vezetett 8-0-ra az első 11 néhány perc után, és a vége ott is csak egy gól volt a javunkra, 24-23. Hát most senkinek nem lesz 8-0, az biztos, viszont 3-1 oda. Berling, 3-2. Hát ha így megy neki, akkor nem baj, hogy vállalkozik. Fontos egyébként, ez is egy taktikai elem, hogy a kínai csapat védekezés támadásba cserél, ugyanakkor mi is cserélünk, és ez nem jelent olyan problémát, ez a kínai csapat nem él a gyors középkezdés taktikájában. Van. Csai. Hát még mindig nagyon jó játékos. A világbajnoki döntőnapján lesz. Ahhoz, hogy ilyen tisztán kapura tud lőni, ismételten azt kell mondanom, hogy a beálló játékos az, aki csinálja neki a helyet, és igazából mi azzal vagyunk elfoglalva. Tehát úgy gondolom, hogy a Berlinnek és a Radulovicsnak azt kéne tudatosítani, hogy ne a beállóval foglalkozzon, inkább a külső emberekkel, a labdás emberrel. Siti. Egyedül próbált meg végigmenni. Húha, jújjújjúj, ott valami komolyabb baj van, ahogy elnézem. Wang Min, meg mintha kifordult volna a bokája. Jegeli kis gyorsan. Két Wang van egyébként a kínai csapatban. Wang Min és Wang Sasha, utóbbi már szerzett gólt. Na nézzük. Ott, igen, halálfordult a lába. Tehát nem tudom, hogy mennyire volt világos, amit az előbb mondtam, igazából azt nézik majd a kedves nézők, hogy a beállók hogyan védi a két védőjátékos. Tehát az a gond, hogy túl sokáig fogják védni, hiszen nincs labdán, nem birtokolja a labdát. És a labdás ember ezt látja, ezt hogy nagy nemzületre rámegy a falra, és simán el tudja lőni anélkül, hogy megfajtolnánk, vagy lebokolnánk. Amennyiben ez sikerül időben megváltani, akkor nagy valószínűséggel sokkal eredményesebb lenne a középső régió védelme. Berlin, Siti, bravo! A második már bent van, feljövünk 4-3-ra, már mint ugye Siti második helyzete. Hiába repül ki a kapus. Védekezési formációt váltottunk, egy ilyen nyitott 3-2-1 vagy 5-1-es védekezés, ezt gondolom változik, akkor kicsit, hogy itt támad a Kína. Páringer, hú, de kellett! És ott indult Szignitzky, Siti végül is nem merte elvállalni. Ajaj, ajaj, elszórjuk a labdát. Hopp, 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 Kirchner! Ha! A világ egyik legjobb játékosa is tud ilyet hibázni. Na, erről beszéltem, hogy nem futnak vissza a játékosaink. Ugye emlékszünk arra, hogy a szlovén csapatnak a bal oldala. Tegnap előtt, igen. Tegnap előtt. Itt nagyon fontos, hogy a kínaiakkal gyorsan jött vissza, és óriási nagy dolog ez, hogy az Erika elcsípte ezt a labdát. Kirchner. Kirchner, mit beszélek, hogy csinál az előbb Berling. Siti, le a szélre. Radulovics a szélről szerez gólt, jól van, 4-4. Ezt is hozzáteszem, hogy erről is volt szó múltkor, hogyha sikerül egy jó mozgás, aztán pont az András említette ment a stúdióban, akkor miért próbálunk egy újat keresni, tehát addig hozzuk ki belőle a dolgokat, ameddig voltunk lőni. Ugyanezt a mozgást csináltuk az előbb, és most egy másik játékos fejezte máshonnan. Az a német András egyébként, aki több más szakemberrel egyetemben itt a helyszínen figyeli most már az eseményeket. Itt Köszner Vilmos, Róth Kálmán, például a Győri vezető, Vanyus Attila, Német Andris. Igen, azt mondtam, hogy ő és a többiek kilátogattak ide, és most még maradnak is persze pár napig. Csai, hopp! Meg lehetett volna, most már meg is van. Piglit kiindul. Lehet vezetni, és vezetünk is. Ugyanazt a labdaszerzési szándékot, amit már a szlovén csapat ellen megfigyelhetünk 6-szor, a Figától most itt ő nevéhez bűzünk ez, és ezt nagyon jó érzékkel csinálja. A 8. percben átvesztük a vezetést. Csai. Lia labdával. Kapufa, jól van.
amint említettem, ez a beálló irányító kapcsolat ezzel a védekezési formációval úgy tűnik, hogy likvidálódott, és ez a védekezés most lejön a magyar csapatnak. Reméljük tartósan. Pignicki most le, és jön a helyére Bojana Radulovic. Bohus. Taszigálják onnan bentről kifelé. Perling. Siti. Radulovic. Hát ezt nem biztos, hogy el kellett volna lőni. Lee. Pinglinert, Liből is kettő van a kínai csapatban. A brazil játékvezetők ezeket a finom ellépéseket nem igazán érzik. Pálinger, úgy van! És indul Kirchner, de nem meri megkockáztatni Pálinger. Kati szerintem most igaza volt, nagyon rizikós lett volna az indítás. Perling. 5-4 a tizedik percben, szabad dobás. Persze a mi javunkra. Siti, Radulovic, Berling, úgy van, bravo! Kicsit megelőlegeztem neki a gól, de sikerült. Az volt benne az ügyes, hogy második szándék a labdalejtést követően egy ismét első felugrással lő kapura, ami annyit jelent, hogy az elsőnél még a védő meghatolta, a másodiknál, amikor odaért már a beálló zárásába érkezett, és itt nagyon szépen el tudta lőni a labdát. Most ott marad a kínai szélső és Pálinger, a harmadik védése. Ajaj, ajaj, jó, megvan a labda, Siti. Tovább Perlinghez. Megint Siti kapja. Bohus, nagyon szép, csak... Ó, nagyon közel került a vonalhoz. Már nem tudott lépni a Zsuzsi érte. Így van, ők is elrontják. Mert furdalta őket a lelkismeret, hogy ilyen kényületet ne kapjanak. Kovács Zsuzsinál most a megszokhattuk ezen az évben, egy kicsit nehezen lendül bele, de aztán a végére mindig jó formában szokott lenni. Itt még egyszer Pálinker Kati gyönyörű védése. Megtáltosodott egész egyszerűen a szlovénok ellen a második félidőre. Parád és 30 percet produkált akkor. Radulovic. Igen. Ha ismétlik, akkor azt nézzék a kedves nézők, hogy a Boki azzal a bizonyos induló csellel kicsikét megtorpantotta azt a védőt, aki ráváltott. Ez volt az a csell, és innen olyan szép túlsóval lőhette el. Ez az ő klasszisa. Nagyon kevesen tudják megcsinálni magyar vezén meg a világon, és aki ezt így megérzi, ez a bizonyos tempóváltást. És Jung-Jung pedig azt érezte meg, hogy időt kell kérnie, mert hogy 3 góllal elhúzott a magyar válogatott. Hát elég jól alakulnak a dolgok, nem most hallgassuk Mocsai Lajos. 3-7, nyugodtan csináld meg a labdás helycserét, amit akarod. Hozzuk keresztbe, gyere fel az át, és megöntve az első befutásokat tegyük el. Játékoknál ugye az volt a lényeges, hogy a szélső betűt és párhuzamosan együtt mozog a beállóval, és ezzel az elmozgással vagy tolódik a fal kifélteni, ahonnan a szélső üresen lefutott a védők mögé, vagy a befutó szélsőt játszák meg. Itt az volt a gond, hogy nagyon későn engedték a szélső védők befutni a mi támadóinkat, és igazából a Boki is, vagy a Radulovic is, amikor ugye ellőtte a labdát baltosan, azért lőtte, mert várt, hogy befusson. Az üres terület, ami a védők mögött van, a kínai védők mögött, azt kell labda nélküli mozgásokkal bemozogni, és hogyha ez sikerül... Na jó, ez már egy edző továbbképző lassan, de mondja nyugodtan! 7-4 a magyar válogatott javára a 12. percben. És vajon mit mutogatott ott a kis táblácskáján a koreai edző a kínaiaknak? Ez legalább akkor a kérdés, mint hogy mi mit tudunk majd kialakítani. Hát nagyon fontos az irányító beálló kapcsolat. Most is a beálló föllépett ezen az irányítónál a zavarunkat, és ebből indult ki az akció kifele egy szélességi húzás.
ebből tudott betörni az átlövő. 7-5-re feljön a kínai válogatott. Berling, szép labda, Radulovics, és kivédi a kínai kapus. Ezen most nagyon rajta volt Bani. Megérezte valósággal, hogy hova jön majd a labda. Ez külön szerencs, hogy a kínaiak is egyet-kettőt cserélnek támadás védekezésbe, és nem hozzák gyorsan főránk a labdát, mert akkor így mi is tudunk cserélni. Mi tovább? És most Liu hármassal középen próbál helyet csinálni ugye Chai-nak. Van. A miénk a labda, méghozzá lépés hibáért. Tigliski. Chiti. Chai megállítja, ő esik el, aztán még reklamál is, pedig hát ő volt szabálytalan. Ez jó, ha bennmaradott védekezni a Detkinél, szerintem meg kéne kosztolni egy kicsit lábbal őtok, mert nem véletlenül cserélik le. Chiti. Berling. Radulovics. Közelebb megy és kapufa, de meglökték. Ehhez is hozzáért még egyébként szerintem a kínai kapus. Chiti. Úgy van, Bohus. De kár, hogy lefújták. Berling. Helyet cserélnek Chitivel, nyilván így indul egy figura. Nézzék, csak Chitiért befut középre, Berling pedig megironta a kínaiaknak, szerencsére szabad dobás a javunkra. Tingli terült el. Hát ez talán lehetett volna támadó is. Ajaj, megint marad nálunk. Most felemelik a kezüket a játékvezetők, tehát gyorsan lőnünk kell, nehogy passzív legyen. Berling. Az oldalháló, de hopp, egy sárga. Chai-nak és magyar szabaddobás. Feloldja a passzív játékunkat. Helyesetben Brazíliában úgy tűnik. Nem oldja fel. Nem csak a két perc oldja föl, de nézzük Radulovicot. Elveszik. Igen, most nem lehet ennyit passzolgatni. Passzív. Ha fönt a kéz, akkor lőni kell. Pálinger pedig nem tud hárítani. Hua gól szerző. 7-6. Novász még megpróbálta valahogy megakadályozni. Hua gól szerzésben, de aztán jobbnak látta nem bántani. Berling. Ott a terület. Bohus megcsinálta neki. De hát nagyon keményen és gyorsan védekeznek a kínaiak. Először telt meg a csarnok. Csákkornyán. Mert most már a dánok is itt vannak. Berling pedig ellövi. Hát. Nem magától esett ott. Középen akkor át Berling tették. Chai pedig belemegy lovászba. Ezt se fújják le. Én azt hiszem, hogy ez két játékvezetői tévedés, de nincs jelentősége, hogy én mit gondolok. Chai Chao harmadik góljával kiegyenlít a kínai csapat. Úgy van, állt, lovált és nekirontott Chai. Berling. Chiti. Igen. Elképesztő. Ezért nem 7 méterest adni. De még azon is gondolkodott, hogy egyáltalán belefújja a sítjára. Így van. Igazán nem akarom megbántani a brazil játékvezetőket. Már azzal sem szerettem volna, ugye, amikor az elején próbáltam utálni rá, hogy remélem felnőnek a feladathoz. Hát vajon milyen színvonalú bajnoki mérkőzéseket fújhatnak ők Brazíliában, ugye ez a nagy kérdés. Bár a brazil női válogatott nekem mondjam, igen, jól szerepel, de hát azért a brazil bajnokság színvonala nyilván nem vertesi az egeket. Radulovics, Chiti. Radulovics, szép. Nagyon-nagyon fontos gól. Radulovicsnak a harmadik. Ezt is említett a kapitány az ütő kérésnél a szélső befutásban való gyors pontra, tehát a Radulovicsnak a szélső pozícióban való helyzetbe hozása. Ez már ugye a második gólja Radulovicsnak, amit nem átlövésből, hanem a szélről szerez, és úgy nézem, hogy ápolni kell, meg a labdán talán túl sok a konfetti szalag. Akkorát lőtt, hogy kilukadt a labda. Is lehet.
kicserélték a labdát. Új labdával folytatódik a meccs, mint a teniszben. Ez is támadó volt, meggyőződésem, hogy támadó. Eljebb királyi szabad dobás következik. Csai, likapja. Igen, ez valóban kéz volt, most nekem az az érzésem. Mert jól dobtuk meg, jól csinálta, hogy jól váltottuk meg az ember. Csai, Stignitsky kilép rá, most vigyázni, így van, kézzel. Bent a játékvezető keze, most ez lépés volt. Így viszont gól. Kár érte. Bujanán második gólja. Én úgy éreztem, hogy a passz előtt sokat lép. Hát a vége, nem tudjuk meg soha. De megint csak nem számít, hiszen a bírók megadták. Siti. Berling. Siti. Ott van Kirchner középen. Hopp, ez is nagy labda. Így viszont. Elég bonyolult gólt ütni, bár lehet. Nagyon nagy lendülettel jönnek a kínaiak, és visszaveszik a vezetést pillanatok alatt. Sun Lai Miao. Nincs semmi probléma, úgy gondolom, hogy kialakul ez majd most még egyelőre ismerkedünk itt a kínai védelemmel. Volt 2-3 nagyon szép támadásunk. Ez bent van Görbi Tanita a pályán az irányító posztján. Az ő improvizatív készségére, rettentő jó lábmunkájára nagyon nagy szükség lehet. Bohus, oly de szépen fordult, gól! Hozzáteszem egyébként, hogy az ilyen jellegű védekezéssel szemben a magyaros csapatoknak mindig meggyűlik a baja. Tehát mindenki utána ilyen jellegű, ilyen egyötös védelemmel, főleg igazából ezt a védelmet csinálja a kínai csapat, Magyarországon nem nagyon használja egyik csapat sem. Meg általában a mélységben nyitott védelem ellen, ugye emlékezünk csak bármelyik világversenyre, mindig gondot keresünk a magyar válogatottnak. Meg hát ugye valamennyi európai csapatnak, mert nagyon szokatlan ez a harcmodor. Hopp, megvan a labda, Görbi! Ott megy Kirchner, ugye visszazártak, de milyen gyorsan. Oj, lovát megszerzi, mégis parádészan oldja meg. Szép volt. Már azt hittem, hogy nem tudjuk majd befejezni góllal. Itt szerencsére hibázott egyet, Livejvej, és nagyon szépen végigcsináltuk. Emlékezünk csak vissza a német mérkőzésünkre, ahol nem, hogy labdát szereztünk, de igazából vártuk, hogy ott a hatosnál lőjék át mellettünk a labdát, és valami csodálatos fejlődés, hogy már úgy fölépünk mélység, hogy el tudjuk ütni a lejutott labdát a kínaiak elől. Akik most megcsinálják az ittszert, és be is lövik. Láttunk már egy jobbkezes jobbszélsőt ezen a világbajnokságon, még az elefántsorpartit. Hát ugyanezt mutatja be Sun Lai Miao. És ő az egyik legeredményesebb kínai, tehát nem csak ellenünk játszik hatékonyan. Lovát, ajjajjajjajjajj! Ezt most meg megköszönhetjük, mert ez így tárgyilagos, azt hiszem nem csak azt kell észrevenni, amikor ellenünk fújnak. Görbic, Berling, Radulovic, Berling. Tehát a labda nélküli mozgásokat kéne, befutásokat csinálni, tehát ez egybe próbálunk labdával. Görbic, Radulovic. És kapufáról kijön a labda. Háj, de kár, marad a 10-10. De érdekes megoldás volt ez is. Csai. Lipincsel kapja vissza. Csai, új de szépen nyújt bele Piknicki. Az egyik legjobb teljesítmény az ő nevéhez tűződik a magyar válogatottban, ugye az egész VB-t tekintve eddig. Hopp, ez meg szabad dobás. Valóban a levegőben még egy kicsit, ha jól láttam, Bohuslea meg billentette az ötös számú kínai blippinget. Csai. Onnan nem lehet, ugye nem lehet, nem persze, hogy nem.
a labda miénk. Görbic, Radulovic. Ott a szél, Ferling, csak ez magas labda volt. Azért trükközni még nem kéne. Csai. Jól van, na, hát azért jobbkezes, jobbszélső nem fog mindig gólt lőni Pálinger. Katinak Ferling, nagyon önzetlen, Pignicki gól. Nagyon okosan csinálták. Most már azért levadászta Pálinger Kati. Oda a rövidre, mindig oda lövi vissza. Sasa. Csai. Hopp, hopp, hopp. Pálinger úgy van. Van tovább Csai, és újra Pálinger. Gyönyörű spárga, és már lehet itt indulni. Görbi. Radulovic. Szíve viszi előre ezen a mérkőzésen, és most jó kapus áll az ellenfél kapujában. Hopp, 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 nehogy ez 2 perc legyen. Húha! Minden meg van bocsátva a brazil bíróknak. Ezért 2 percet és 7-es szoktak adni a világon mindenhol. Még akkor is, hogyha labda nézzük, csak hogy labda volt egyébként. Karja, a karja. Ez egyértelmű 2 perc és 7-es. Nagy szerencse, hogy nem volt az. Vang, Csai Csáó, Körbic, hopp, sárga, igazi judo mozdulatú ez. Nagyon fontos, hogy azt a területet a tanéta középen meg tudja tartani. Mert hogyha kibillen abból, akár elmegy halászni a másik oldalra, a jobb oldalra vagy bal oldalra, akkor az a terület üresen marad, és ugyanúgy az irányító beállókat csak volt veszélyben. Még a földrevitelért is járhatott volna egy pont, egy másik sportágban persze. Csai Csáó, hopp, 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 jól van. Görbit vigyázni. Valahogy tovább teszi, életveszélyesen jövünk előre. Görbit, és telibe találja a magyar irányító a kínai kapust. Ez már érződött döcögős támadás. Nem, kapkodunk folyamatosan, hogy a Radulovic is előtért abba felhozatlanul a Panika, és álljunk fel, játszunk, vezetünk egy gólra. Kínai kapus meg 42%-kal véd, aminek én a legkevésbé sem örülök. Mert Pálinger Katus ott van 38-al. Hopp, 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 jó van, megvan a labda. Görbic, még mindig lehet ebből indítás. Így van. Hirszer. Neki ez a 75. válogatottsága, kapott szép virágot a magyar vezetőktől a találkozó előtt. Most meglőtt egy szép gólt, ezután a labdaszerzés után. A németek nem egyszer egyébként már 5-tel is vezettek a kínaiak ellen, és mindig felkapaszkodott ott az ellenfél. Tehát egy picit sem engedhetünk majd ki. Bárcsak ott tartanánk, hogy már 5 gól lenne a differencia. Ott hagyjuk a szélsőt, nem tudom, értetlen. Mintha szándékosan csináltuk volna egyébként. De és Hullai Biau ez nagyon nagy kicser, nagyon nagy kicser. Ennyire nem szabad ott hagyni. Amilyen jól csinálta ki és Nerelik az imént támadásban, most védekezésben annyira nem. Ferling, Radulovic. Csak szabad dobás, és megint megsérült egy kínai méghozzá az 5-ös számú Liping. Kínaiak nem bírják a bokájukkal a felett. A különféle induló cselejét, most van a harmadik, aki a bokáját fogja. Á, egy kicsit ki is rúgta a lábát, most tudtán is akaratán kívül Radulovic. Baja szerencsére Lipingnek maradott a pályán. Radulovic pedig közelebb megy. Ezek nem jönnek be, ezek a passzítós, ravaszkodó passzok. Az indítás az ellenfélnél viszont jó, és kiegyenlítenek.
és most Mocsai Lajos kér időt, meg tudom érteni. Itt van Vujánán ejtése, 12-12. Vajon mit is a táblán? A védekezésünket mutatja, és hogyan lehet kibillenteni a védőjátékosoknak azt az alakzatát. És most például egy olyan területet mutatott, gondolom én, hogy azt a védőjátékos kéne abból a pozícióból elmozdítani. És ki a piros? Az a... A bíró. Na jó, nem. A labda. Jó, azt már nem kérem, hogy szinkrontolmácsa az is, amit mond. Annál is inkább, mert remélem, hogy hamarosan Mocsai Lajos fogjuk hallani. De lehet, hogy csak remélem. 12-12 a mérkőzés állása, és azt mondja, hogy 4,5 perc van hátra. Na? Magyar turkolók integetnek szemből, nekünk is szembe ülnek a kamerának is. És remélem, hogy még turkolnak is egy jó darabig, mert nagyon nagy szükség van a bíztatásra. Kulcsár Anitát látom a pályán. Új beállója van tehát a magyar válogatottnak. Görbic, Radulovic, Ferling. Megint ravaszkodunk, majdnem megjártuk. Kicsit olyan statikusnak tűnik a támadó lábmunkának, a kínai védő lábmunkával szemben. Görbic, Radulovic, hogy? A negyedik gólja, 8 kísérletből. Hát nem baj, ha ilyen gólokkal, akkor ilyen gólokkal csak valahogy nyerjünk meg. Csai. Liping elrontotta. Görbic kapja, és most cserélünk. De Görbic nem várja meg, hogy cseréljünk. És még 2 perc is az ellenfélnél. Ez jó. Az első kiállítás a meccsen Liu Yun, ami jelzi egyébként, hogy milyen sportszerű a találkozó. El tudom képzelni, mit kapott volna Mocsai Lajostól Görbic Anita, hogyha ez nem megy be. Livejvej tovább. Csai. Szóval nagyon erőszakos, túlzottan is azt kap egy sárgát. Igen, kicsit torporogatta a kínai szélső. Most ne kapjunk gólt, mert fenn volt már a bíró keze. Bohus megszerzi a kipattanót. Görbic. Ott van Ferling, így van. És ezzel végig kell menni Desti. Azt a mindenségét neki kijön a kapufáról, úgyhogy még a kapus is hozzáér. De kellett volna pedig. Jó volt az elképzelés, ez tényleg jó hasonló, csak épp új hegyet volt hozzáérni. Jó elképzelés. Így azonban marad a 14-12, egy perc eltelt a magyar ember előnyből. Fölé. Talán most nyugodtan föl kéne állni az ember polhoz. Végig játszani, türelmesen kijátszani, nem kapott. 2 perc a hátralévő játékidő. Az első 30 gól. És jön a Ria-Ria Hungária. Nagyon fontos ám ez a lányoknak, gondolom. Radulovic. Ó, ez is kapufa. Hát, szerencs, hogy Lovász megszerzi. Radulovic. Még egyszer? Nem. Görbic. Á, be kellett volna menni Kirchner. Jézus Isten, milyen passz volt ez. Hát, felfoghatatlan dolgokat csinálunk néha. Bálinger. Óriási bravúr. Itt a Görbic szerintem valami fantasztikus ügyesen zárta azt a területet, és kilépte már a háromat a kínai, úgyhogy belelövette abba a sávba. Lőjünk már egy gólt ezekből az óriási helyzetekből. Egyelőre csak hasba lőttük.
szegény Fájjét. Befejezve a mondatot, tehát azt a dolgot csinálta az Anita, hogy belekergette tulajdonképpen a fölösleges lövésbe, igen, és itt a Pálinger nagyon szépen fogta azt a sávot. Nagyon az Anitának az érdeme. De itt is az Anita érdeme lenne, mint irányító, hogy megnyugtassa a csapatot és összehozunk egy nagyon jó ember előtt most már. Fájjé nincs valami jól. Viszont annál jobban véd. 24 kapura lövésből 10-et fogott, ami 42%-os teljesítmény, Pálinger 28, vagyis 40%, két kiváló kapus teljesítmény itt a két oldalon. Görbic, megint a kapus méghozzá, oda a kapu közepébe, és ott az induló ember tökéletes volt az indítás. Ahelyett, hogy vezetnénk 3-bal, feljön egyre Kína. Mindig csak egy passzal kéne többet csinálni, hogy a fél helyzetből egy teljes helyzet legyen, és ezt nem értik meg a lányok bent a pályán. Ferlinget lecseréli az utolsó percre. Bocsai Lajos és Siti Esztert küldi be. Siti. Radulovic. Nem értem. Egyszer nem értem ezt a kapkodást, hogy mi történik itt most. Egy pillanat alatt szét tudunk esni. És kiegyenlít az ellenfél. Görbic, Radulovic. Hát nem egyedül kell azért megnyerni a meccset. Ne, fajtolják folyamatosan és ellői alap. 10 másodperc. Gyerünk, siessünk, hogy ne időn túli legyen. Görbic, Radulovic. Kapufa, ez is nincs velünk ez a csáktornyai kapufa. Hát nincs döntés egy fél idő után, persze nem is lehetne döntés, de vezethetnénk 2 góllal, vezethetnénk 3-mal, de nem vezetünk egyel sem. 14-14 persze semmi sincs veszve, hogy is lenne, csak sokkal nyugodtabban kell játszani, azt hiszem. ...14-14 a mérkőzés állása, a Magyarország-Kína találkozó a női kézilabda világbajnokságon. Láthatták a feliratot Vince Attila szerkesztő kollégánk tollából, hogy áll még a kínai nagyfal, de hát ezzel a kínai nagyfallal volt Baja Laurence Lászlónak bőven. Hát igen, illetve hát részben. Tulajdonképpen egyszer játszottam velük Los Angelesbe, akkor az osztrák válogatott edzője voltam. Akkor ott 1 góllal kikaptunk. Aztán a magyarországi VB-n magyar válogatottal, hát az álmaimba se jöjjön elő, 8-0-ra vezettünk ellenük, és utána éppen, hogy kinkeservesen 1 góllal, és ezen erre majdnem ráment az olimpia és egyebek és a továbbjutás, úgyhogy ettől még ma is kiver a víz, ha rá gondolok. És akkor itt van még ez a derék dél-koreai edző, aki ugyanakkor igen, még a dél-koreai válogatottnál dolgozott volt, és a döntőben. Igen, tehát ilyen jellegű emlékem van, hát ővele azért találkoztam egy párszor, de viszont Atlantában a nyitó meccsen a kínaiakat nagyon megvertük, ott nagyon jól játszottunk az első mérkőzésen. Tehát, hogy mondjam... Hát ez a múlt, most igen, viszont 14-14. Négy, és hát... Én úgy érzem, hogy itt 2 dolog működik. Az egyik az, hogy nekünk mindenképpen nyerni kell, ahhoz, hogy a reményeink tovább éljenek. Önáluk pedig kicsit talán egy nyugodtabban vagy felszabadultabban játszanak, ők kim vannak az olimpián. És lehet, hogy ez a feszültség érződik a miénk játékán alkalmanként. Na hát nézzünk egy-két olyan szituációt, ami meghatározónak volt nevezhető, legalábbis Laurence László ezeket választotta az első félidőből. Itt egy nagyon szép támadást láttunk, egy úgynevezett szélsőváltást. Tehát van egy baloldali alávivés, ezzel elcsalják a védelmet a túlsó oldalra. Eközben a Siti Eszti átmozog a jobb átlövő helyére, itt mutatja a vonal az 1-es-2-es védő térségébe, és majd látni fogjuk, hogy a Lovász Zsuzsi befut a széléről, beviszi a 2-es védőt magával, nagyon jó ütembe jön a Ferlinget, itt a labda, és a Siti az 1-es és a 2-es védő között nagyon szépen, tehát itt látjuk, hogy viszi be Lovász a 2-es védőt,
és ott a City belép. És ez egy tudatos figura, ugye? Mert teljesen százszázalékig... Virbe írta nekünk, hogy kevés tudatos figurát lát, hát nem igaz, nem igaz, ez így nem jó. És a tetejében még a Radulovics is ott volt üresen a szélén, a besegítővédő. Na most ez egy nagyon jó mozgássort látunk, és egy nagyon szép gólt. Itt is balról indul az akció. Felling Dettitől. És itt is egy alávívéssel hasonlóan kezdődik, ugyan egy kicsit megfaltolják. Ő aláviszi a balátlövőnek, az keresztbe mozog a labdával együtt, és közben a Bósbea megzárja a hármas védőt, így a Felling tovább tud, ott van a zárás, megtartja. A Felling Detti tovább tud jönni a labdával, leveri, ott a zárás, ő tovább hozza, és a Bós utána rögtön elmozdul szintén a labda irányába, és megy vele a védő, jön egy keresztmozgással a Radulovics, megkapja a Felling Dettitől a labdát, és abba az üres térbe indul be, ahonnan a Bós kihozza az emberét. Milyen fájdalmas, én csak az eredményt nézem, hogy ezek után ugye, mikor a 11. percben ez megtörtént, akkor 10-7-re kaptunk ki a hátralévő 20 percben a kínaiaktól. Ja, most ezeken a képeken az is látszik, amit nem teljesen értek, hogy itt van megint ennek az eredménye, hogy miért ennyire nyitottan védekezik. Tehát egymástól távol vannak a kínai védők, hát a jobb szélső védőnek most már majdnem a kapufánál kéne lenni, amikor a labda ebbe az irányba mozog, és ezzel nagyon felkínálják a jólábú támadóknak a betörési és lehetőségeket. Amivel nem mindig tudunk élni? Hát most ebbe a pillanatban, és itt igen, megvan, ugyan kimarad a helyzet, de hát a védők egymástól 3-4 méterre vannak, egyszer nem értem, hogy lehet így védekezni. Tehát ebben rejlik még lehetőség Görbicnek és a többi. Igen, egy jólábú embereknek, ha ez a védekezési forma fönnmarad, nagyon szépen összeszed ő is két embert, a Radulovics indul be a résbe, az egyes védőnek be kell segíteni, majd ezt látjuk, ha tovább megy most. Ott összeszedte a kettőt, a Radulovicsra kivált, csak hát sajnos a lovász kihagyta. Igen, ezt, hogy kimaradták. Nagyon szépen végigvitték. Sándor írja, ha a védekezésünk olyan lenne, de a szlovénok ellen, akkor fele ennyi gólt kaptunk volna, kezdődik mindjárt a mérkőzés, csak röviden. Hát igen, erre. Nagyon rövid a válasz, hogyha a kínaiak úgy játszanának, mint a szlovénok, akkor... akkor kétszer annyit dobtunk volna. Igen, tehát ennyire egyszerű erre a válasz. Jöjjön a második félidő, Ágai Kis András és Zsiga Gyula. Köszönöm szépen, 14-14 tehát. És meg kell nyugodnunk, én azt hiszem, hogy ez az utolsó néhány perc, ugye a félidőből erre az utolsó néhány perc tapasztalata, hogy nagyon-nagyon kamutottan játszott. Igen, itt feltűnő volt a Radulovicsnak, itt nagyon sok olyan szituációban előtt labdája meg bevállalása, ami úgy gondolom, hogy sokkal többet kellett volna előtte picit gondolkodni. Korábban is előfordult egy fél szituációban, amikor úgy érzi a Spoki, hogy a döntés az ő kezében van, ilyenkor egy picit meg kell nyugtatni, el kell magyarázni. Neked volt ő játékosod, tehát lehet ráhatni? Természetesen. Hát egy picit leültetni, elmagyarázni neki, hogy akkor most vannak helyzetek, amiket be lehet válni, van nem, van olyan, amit nem, tovább kell adni. És itt nem csak rá, hanem azt hiszem a Görbicanitára is jellemző volt itt a második félidő vége felé, hogy mind a felfokozott lelkesedésből adódóan szerintem meggondolatlan olyan helyzeteket vállaltak be, amelyek nem voltak helyzetek, amelyek fél helyzetek voltak. Na nézzük akkor a második félidőt. Felling újra ott a kezdőben, és Pulcsára beállunk, és Görbic irányít továbbra is. Radulovics. Felling, ott a rés, nagyon jó volt. Nagyon szépen elvitte az Anita, mind a két Anita a védőket, Dettinek szinte folyosó nyújtott. Ezt a mosolyt szeretném én még sokat látni Felling Detti arcán. Négy gólos, csak úgy, mint olyan a Radulovics, ők a legeredményesebbek. Libing. Csai tovább. Liu, Csai háta mögé. Csai.
kaputba, és a kapufáról kimegy, úgyhogy Pálinger nem ér hozzá, ez most kifejezetten jó hír, mert hogy a labda hozzánk kerül. Hogy egy fél magyar sikerről is közben gyorsan beszámoljak, a franciák nagyon megverték a horvátokat, 28-20-ra Szabó Melinda, a Jacques néven szereplő Szabó Melinda volt a legeredményesebb a francia válogatottban, a franciák már tovább jutottak, a horvátok pedig mondanám, hogy lassan mehetnek haza, hogyha nem otthon lennének. Na de közben jön megint az ellenfél, viharsebesen, és most már az ötödik gólját szerzi Bujanán. Hát még ez sem volt idővel hadarni, már is kaptunk egyet. 15-15. Görvis. Ferling, most kell vigyázni, úgy van, de jó labdalovásznak. Bravo! Lovász Zsuzsa a második gólját dobta, ez nem volt egy könnyű helyzet egyáltalán. A pass nem volt könnyű, az volt a szerencs, hogy elegendő távolság volt a védő és az Erti között, hogy volt ideje és lehetősége arra, hogy a keret jól belássa. És hogyha mellette lévő játékosnak passz, akkor behalássa a védő, aki Krózok széről. Csai Csáó tovább. Akartam mondani, de én nem mondtam, hogy őt viszonylag úgy nézem, hogy sikerül semlegesítenünk. Na most ez az a kínai játékos, aki előtt nem szabad megállni és parkasra, mert pillanatok alatt ellövő mellették a labdát. Farkas Ágit előzte meg 2002-ben egyébként az év kézi labdázó nője választáson. 2000-ben meg Bojan Radulovic lett a világ legjobbja. Görvin, Berling, Radulovic, de robban és gyönyörű goldog. Hasonló mozgás volt, mint az előbb, most nem lépett be a szélső védő a Radulovic elé, kapta a labdát és nagyon szépen végigvitte. Megint a védekezés, azt hiszem, hogy a kritikus pontja ennek a magyar csapatnak. Bizony. Sajnos nem vagyunk kellően fölvértezve lábbal most például, nem tudjuk megütközni az embereket. Behátrálunk, lehet látni. Jó, nem bántotta senki. Wang Sasát, Görbin. Radulovic, így van. Nagyon jó, hogy megállunk. Tiki lemegy, hogy jöhessen a helyére kulcsára, Anita. Negyedik perc a második félidőben ezen a sorsdöntő mérkőzésen. 17-16 a javunkra. Egy fantasztikusan szurkolnak a magyarok. És hozzá kell tennem. Kulcsár. Szabad dobás. Hárman rontottak rá. Görvic. Radulovic. Kulcsár. Bravo! Három játékosnak a gólja volt, a két Anita meg a Radulovic, ők hárman készítették elő, nagyon szépen kibillentették a kínai védelmet. Kulcsár Anita első gólja a mérkőzésen, ugye hosszú ideig Kohus Bea volt a pályán, ő is dobott egyet, itt a magyar kispad, 18-16-ra vezetünk, hopp, Tekár. Természetesen védekezésben továbbra is a pályán. Hú, de megcsinálták. Lang Sasa a második gólja. Csak mindig egy 10 másodperccel lekésbe követjük a támadásainkat. A védő munkánk az elég gyenge. Sajnos lábom. Akkor nincs mese, több gólt kell dobni itt az ellenfél. Berling. Úgy van. Háj, de szép! És 2 perc, ugye? Igen. Már a második. Egyébként ő az a játékos, aki majdnem minden mérkőzésen megkapja a 3-2 percet, ami borzasztó nagy előnyt jelent a többi csapattal szemben, és most már akkor lehet, hogy az azért van az, hogy a kínai csapat mindig a végjátékban veszi el a meccset. Liu Yu-ról van szó. A második 2 perce valóban. Kulcs figura egyébként a kínai csapatban. Görvit megpróbál labdát halászni. Most ne kapjunk gólt, ha lehet, emberelőnyben vagyunk. Pálinger, úgy van. Ferling, nem kell indítani, nem kell kapkodni. Görvit ennek ellenére megindul. Lovász. Nem
bajt felhívják. Ezek azok a szituációk, amelyek gólal is végezhetek, nem is. Tehát igazából most 50%-ot sikerül, 50%-ot nem. Álljunk föl, emberöljünk, majd nyugodtan játszunk. Talán most ez következik. Berling. Görbic. Ó, júj, milyen kockázatos passz és lovász. Ébersége kellett, Kulcsár! Ó! Mekkora labdát adott lovász! Hát ez egy röfögős ember önből fogjuk haza. Ezt tessék nézzék. Meg a gólt persze, nehogy aztán itt kisebbítsem Kulcsár Anita érdemeit, ezt még be kellett vágni. Három gól, azt hiszem először a meccs folyamán. Nem, talán egyszer már vezettünk hárommal. Hopp, hopp. Teljesen, teljesen tanácstalan Wang Sasa. Így van, támadó, támadó. A miénk a labda és indul Kirchner. De rossz az indítás, de még megvan. Nem kell kapkodni. Ott jön Ferling, és gól! Ez igen. A mezőny legeredményesebbje most már Ferling Bernadett. A maga 6 góljával, és 4 a különbség. 21-17 ide. Most kell higgadtan, nyugodtan. Minden. Nem szemszabad rohanni, kapkodni. Mocsai Lajos féltérden a kabala mellényben, és Ámori József masszőr pedig a kabala Mikulás sapkában, hát mikor, hanem Mikulás napján. Szabad dobás, és ezzel le is telik a kínai kiállítás. Nem is tudom, hogy volt a VB-n ilyen pazar emberölnyös végelszámolásunk. Nem tudom, hogy ilyen, nem, 100%-ban jöttünk ki, azt hiszem. Csai teszi ki a szélre. Pálinger és Görbic rávetődik, így kell egy kipattanóra menni, és így kell indítani, Pignitzky. Úgy van! Na, ez már valami. 5 góllal vezet a magyar válogatott Pálinger, pedig most a hosszúra lőtte Sullai Miao, de nem tudta megtréfálni Pálinger. Pignitzkynek a harmadik gólja, és Pignitzkyt kiállítják. Nem baj, akkor is csak dicsérni tudom. Eddig ugye ez a negyedik mérkőzésünk, azt hiszem, hogy egy szigszer frontott el Pignitzky összesen. És nagyon-nagyon jól védekezik. És hát ugye a jó védekezésben néha azért bebecsúszik egy-egy kiállítás is. Csai. Görbic. Nem tántorodik el. Pedig van vagy 20 kiló köztük a különbség. Belemenés volt, 7-est adnak helyette. Ez egy jó ütő. Lehet persze, néha már a szíve mondhatja az emberrel, hogy itt szeretne látni. Igen. Pálinger Katirevét skandálja a csákornyára kilátogató magyar turkolósereg. Na, megfogja Pálinger? Nem. Mindent ő sem tud megfogni. Csai Csáó, 5. gólja. Na most mit kezdünk ember hátrányban a labdával a fürge kínaiak ellen. 9. perc a második félidőben. Radulovics. Görbic. Ajjajjaj, belemenés. Meg hát aztán meg is adjuk a labdát, úgyhogy szinte teljesen mindegy. Hopp! Hát ott érdekes dolgok történtek. Mármint Radulovics, hogy próbált megfordulni. Hopp! Hopp! Igen, egy kicsit kéz is volt. Meg egy kicsit belül sétált kapott. Igen, ott kordozott. Ott belül, a hatoson belül. Maradjunk annyiban, hogy ezt nagyon megúsztuk, mert minden további nélkül kialakíthattak volna egy 100%-os helyzetet a kínaiak. Ami persze még így is megtörténhet, talán nem fog. De igen. Li Weiwei megveri a vele szemben védekezőket. Hát ahogy 100%-ra hoztuk az emberelőnk, úgy sajnos nullára hoztuk az ember hátrány, kapunk belőle 2 gólt. Mert most kiegészül. És jön vissza Kulcsár Anita. A dráma nincs, azért még maradt az előnyből.
Berlin. Görbin. Görbin lépés miatt elveszik. Az alap elképzelések egyébként jó, mert egy-egy kínai védőjátékos elég nagy terület hárul, és ott lábbal, ha sikerül meg. Na, úgy van, ügyes volt. Belefordult a kínai hármas Liu Yun Berlingbe. Az előző mutatta, szélesebben kéne talán ezeket az induló cseleket csinálni, és akkor nagyobb lehetőség van a gólhelyzet elérésére. Görbi. Radulovic. Na, oh, isten rossz labda volt, szerencsére. Szabad dobás nekünk. Radulovic megint. Görbin. Berling. Kirchner. Görbicé. Radulovic. Na, most kezdjünk valamit a labdával, mert passzív lesz. Hát, erre nem számítottam meg, mondom őszintén, hogy így egyszerűen simán kivarázsolják Kirchner kezéből, de hát ez történt. Megint egy pici holdpontot érzek a mieink játékában. Li Weiwei. Csai Csau. Szerencsére nem ment be. Ez is elég passzív. Olyaj. Bálinger. Húj, de kellett. Hogy áll Bálinger, Tati 31-ből 12, 39% az még a jó kategóriába tartozik. Nagyon kellene egy jó taktikai elem a támadásra, ahol egy kapuscserélt Kína. Jugeli az ellenfél kapujában, Berling már föl is avatja. És kiállítás, és megint a hármas. Nem, de így nem van. A harmadik. Nem jöhet vissza már a legkeményebben és legszabálytalanabbul védekező kínai Liu Yun. Ez egy nagyon jó dolog. Már is minket. Kipontozódik tehát az egyik kínai játékos, Berling meg már 7 gólos. Hát akármi lesz ennek a meccsnek, meg ennek a VB-nek a végkimenetele, az, hogy valaki élete első világbajnokságán 2 meccs alatt, 2 ilyen sorsdöntő meccs alatt 17 gól dobjon már most, 17 akciógól teszi, szeretném hozzátenni, őróla van szó, a Dunafer irányítójáról. Visszatérve erre a bizonyos dologra, hogy a kipontozással fontos feladat, amiről beszéltem is az első félidőben, itt a védekezésükből adódóan ez a játékos iszonyatos nagy felelősséggel bír is. Aki odaérkezik a hatos vonalra, mindig vele találkozik. Hát ez egyértelműen adja magát, hogy ki lesz pontozódva minden meccsen. Wang. Li. Talpról ellövi, és sajnos ezzel most megtrépálja a Pálinget. Ilyet még nem is nagyon láttunk ma. A kínaiaktól pedig szokták őket csinálni előszeretettel. Sajnos kapunk emberelőnyből. Berling. Görbic. Radulovic. Így van, így van. 6 gólos. Neki egyébként, ahogy én számolom, 10 gólt kell ezen a meccsen dobnia, mert 13-mal kezdte a VB-t, aztán a németeknek 12-t lőtt, a szlovénoknak 11-et. Ezt a sorozatot folytatja, akkor ma még 4 jön. Hát, ha ilyen egyszerű lenne való. És Görbic most megpróbálja kivenni Csai Csaót a játékból, aztán ott jön a segítség. Oly, de tanástalanok, hopp, Görbic majdnem elhalászta. Kirchner pedig beleüt. 44. perc, még 40 másodpercig többen vagyunk. Ne a mezét, ne a mezét. Meg kéne szerezni a labdát. Helyett törlés jön. Nem, csak megállították az órát. Nagy erőnk most, még egy kis buzdítás. Ez így nagyon rossz. Mármint nekünk nagyon jó. Mert hogy egész egyszerűen eltipekte Li Weiwei. És még pont ki lehet használni az ember előny azt a 11 néhány másodpercet. Ott van Kulcsán, hopp, ott van Lovász is. Vissza Görbicnek, na mi lesz ebből? Gól lesz ebből! Ha-ha! De milyen gól!
és megint öttel vezetünk. Görbit és Lovát jól ellabdázgattak. Közben kiegészült a kínai csapat. Mi megnyitjuk teljesen a védekezés, Bálinger, de már előtte Perling lökött. Csai Csau. Ligia szélre. 25-21. Helytésből is ez volt az első. Ujjanárnak a hatodik gólja. Ott maradt nagyon egyedül. Radulovic. Perling. Görbit. Radulovic, bejön Kirchner. Radulovicot tépik, húzzák, vonják, szabad dobás. Most meg kell törnünk egész egyszerűen az ellenfél ellenállását. Görbit. Ó, hogy de rossz pass, volt, jó van, szabad dobás. Nem volt az arról, csak nem számítottak. Tehát ilyenkor az kommunikálni kéne, mondani kéne a bulinak. Radulovic. Hopp, ez 2 perc és 7-es. Így van. A 11-es számú kínai Zhu Hoxia megy ki 2 percre, és mi büntetőt lőhetünk. Hát azt hiszem, hogy jól látom, hogy ez az első hetesünk lesz. Hát semmi, 46 perc kellett hozzá. És bent is van. Ő is 7 gólos már, mint Perling tetté. Utána Pignit kijön 3-mal, Lovász is 3, Kulcsár 2, Siti Görbit, Kirchner és Bohus 1-1. Ő meg a kínai edző, aki koreai. Újra emberelőnk nem védekezhetünk. Azért úgy könnyebb, mint hogyha ugyanannyi mezőnyjátékos lenne mind a két oldalon. Hát ezt most ajándékban visszakapják, azt hiszem. És kiállítás nálunk, Lovász, miért? Bekár érte. Bizonyára volt valamilyen lökés, vagy valamilyen mezrángatás. Ezek olyan fölösleges pontok, amiket megint csak a lelkesedés és a hét miatt betűzni. Na se baj. Hát most akkor egyenlően vagyunk a pályán. Ojjaj, ojjaj, ez is kiállítás lesz. Nem, hú, megkönnyörültek hirtelen a brazil bírók. Nagyon ott maradt a középen érkező. Kínai hölgy, Lei Shufen. És jön Sugar Tibea. Nem sok lehetősége volt ezen a VB-n a bizonyításra. Talán most megfog egy hetest. Csai Csáó lövi ezt is. Ezt is bevágja. Nem lehet ám kiengedni, egy percre sem lehet kiengedni. Ezzel a modern kézilabdában, főleg abban a sebességben, hogy a kínaiak játszák. Pillanatoként változhat a helyzet. Siti újra a pályán. Siti! És gólt lő! Aj, de jó csere volt! Nagyon megcsinálta neki Perling. Ott kivárt egy ütemet, pont annyi kellett ahhoz, hogy zicserben legyen Siti ezt. Na, mi történik itt a két kapitány? Nem szokott eleve ilyen közel kerülni egymáshoz. Kiunt mindjárt, a guta üti meg, kap egy sárgát. Úgy ítéli meg a kapitány, mármint a kínai kapitány, hogy szabálytalanul szerzett előnk a Siti Eszti, illetve az Eszti, amikor továbbadta a labdát lépés hibát csinált, a szabálytalanság előzte meg a gólunkat, és ezt reklamálhatok. 48. perc, a kínaiak mindjárt kiegészülnek. Áj, de kár ezért a gólért. Suta mozdulattal lőtte el léveivei. Már azt hiszem,
megfoghatja Pálinger Kati. Rázda ment így is. 27-23. És most majd 40 másodpercig ember hátrányban játszunk. Legább ne adjuk el a labdát, az is valami. Ez az igazi az lenne, hogyha gólt tudnánk szerezni. Siti. Hagy, Sterling. Sitinek vissza. Jól van, szabad dobás a Biavunkra. Addig nincs baj. Radulovic. Mennünk kell a kapu felé. Görbi. Először véd Gigeli. Mióta a pályára küldte őt a kapitány. Sterling! Nagyon nem is kellett kapaszkodnia érte. Radulovic. Ott jön Sterling, adjuk vissza neki. Így van. Gól! Ezt így kellett kijátszani. A két dunaújvárosi összjátéka után megint 8, mármint megint 5 a magyar csapat előnye, és először 8 Sterling góljainak száma. Csai Csau. Pálinger, így van, és Bohus ott terem, és Bohus megszerzi, és Bohus jó helyre dobja. De ezek most iszonyatosan fontos pillanatok. Azzal, hogy kiállt a beálló játékosok a játékból, be kellett hozni a veszélyes jobbkezes jobbszélsőket beállóba, és egy kis padról felállított a bal szélsőját, aki most bevállalt egy rossz lövést. A védekezésre is váltani kellett, tehát mondom, az az ember, aki kiesett, a kulcs pozícióban volt, az nekünk egy könnyebbséget jelent. És micsoda passz volt ez is, amit Görbit kiadott Lovátnak. Sajnos az Inter ezúttal kimaradt. Ez meg hetes lett volna. Két perc és két is perc is. De kár érte Radulovic. Talán jobb lett volna beengedni. Istenem, csak hogy ne nyugodjunk meg nagyon. Én nem akarom elkiabálni, de nagy baj nem van. Nem akarom elkiabálni, de nagy baj. Majd 10 perc. Látom, mi már olyan csodát kézilabda meccsen. Csáj, csáó! Az lett volna a csoda, hogyha most kihagyja a helyet, de nem hagyta ki. Nem adják föl, biztos, hogy nem adják föl, amíg szemergi esélyünk van. Mi meg miért nyugodnánk meg? Ez meg a másik. És ugye most pont olyan a Radulovic, a vezéregyéniség hiányzik. Az se baj, ha pihenő két percet. Húj, mekkora labda Kirchner! Gól! Fantasztikus dolgokat csinálunk ám néha. Befutott szélről, úgyhogy senki nem figyelt rá. Siti ezt azért észrevette. Hopp, ott néz, és már adja is. Hát jó, egy korona Fradiban, egy koronát mondjuk tavaly még gyakorolhatták eleget. Gyorsan jön a válasz. Le is menni. Még azt mondja, hogy majdnem egy percig tart az ember hátrány. Most a lovázat is tudtak mutatni, gondolom. Sterling. Görbit. Görbit. Hopp! Elütik előre a labdát. Sarokdobás. Mindjárt jöhet vissza. Olyan a Radulovic, csak egy kis törlés, meg még 35 másodperc. Hyun-Kyun, eddig pont nélkül csapata a világbajnoksága. Nagyon sokat várnak ám tőle, Kínában nem véletlenül szerződtették. Görbi, Sterling. Baj, ez is nagyon jó. Ezzel is eltelt 14 másodperc. Most viszont azt gondolom, hogy valakinek majd lassan kísérleteznie kell egy kapura lövéssel. Már még nincs fent a játékvezető keze. Sterling, de most már fönn van. Görbit. Beindul Siti. Á, nem engedték a labdához férni. Ettől még nem fújtak a bírók. És tessék, ott a 26. kínai gól.
nem úsztuk meg, sajnos nem úsztuk meg ezt a néhány másodpercet. Zsullai Miau, 5. gólja a második fél időben, az első, kicsit belül is állt tovább, kiegészült. Görbic, Radulovic, Görbic a nyakánál fogva húzzák le. Szabad dobás, de nem több. És egy kis törlés. Görbic a bajnokságban is egyébként a legeredményesebb győri játékos, meg egyáltalán ott van a gólövőse élmezőnyében a negyedik helyen áll. Berling, Radulovic, Kulcsár, játsszák Zitterre, de kellett volna, egy védés. Alapvetően fontos és meggondolandó azzal, hogy az a játékos kiesett, védekezési koncepciót váltott a kínai csapat. Tehát most nem fogja elkísérgetni a beállót, elmozogni az a bizonyos hátsó ember, mert megváltják az embereket, tehát más taktikai elemet kell próbálni középen. Radulovic, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy lőjünk egy gólt. Ennyit a megnyugvásról. 7-10-zel a vége előtt mindössze 2 góllal vezetünk. Kulcsár, 7-es, és lesz 2 perc. Nem lesz. Nem. Itt csak a 61. perc legelején nyugodhatunk meg, amikor majd ütülnek a bírók, és azt mondják, hogy vége. Addig ne. Radulovic. Megvan! Nyolcadik gólja. És Jung-Jun kikéri az idejét. Mert hogy ugye belül vagyunk az utolsó 7 percen, és nyilván úgy érzi a kínai, a koreai edzője, hogy most vagy soha. Őt látjuk, őt halljuk, attól tartok. Próbáljuk, mehetgetjük a szemünket, mi, hogy megfejtsük. És mutassa el, felé az is rossz helyen, na halljuk. Ott a kis gombocskák nálunk a lelkesedés. Így van, teljesen igaza van Mocsai Lajosnak. A védőjáték kulcskérdés. Ha nem kapunk 3 gólt a hátralévő időben, akkor biztos, hogy nyertünk. De hát persze ez nem ilyen egyszerű, meg még lőni is kéne egyet-kettőt. Hát rajtuk semmi nem múlik, nem tudom megbecsülni. Több száz magyar van itt, maradjunk annyiban. És ők is nagyon jók, akár csak a csapat. Sokkal egyenletesebb a teljesítményük, ez az egyetlen különbség. Az 54. perc, és Zsáj Csáúnak van kedve mosolyogni. Hogy irigylem? Lipping tovább. Görbic, Görbic, hoppá, visszarántották! Hát, kérem, hát Brazíliában ez nem visszarántás. Görbit hosszúból megint majdnem megszerzi. Adjuk már oda nekünk a labdát, annyira megérdemelnénk. Nem, ehelyett szabad dobás Kína javára. Hát ez hihetetlen. Ez nem lesz új idő. Csáj Csáó. Lipik. Jó, hú, mekkorát védett. Vetődött a labdáért, ami azért kézilabdában elég nagy ritkaság. Hogy valaki Robinson ágy áttal menjen egy lövésre, ott Szálinger Kati elvetődik és kitolja, mint egy futballkapus. Radulovic, jön a bíztatás megint, Berling, Görbic, Berling, Berling, nem 7-es, de kár, és ott az induló ember, most bravúr, kéne bravúr, ilyen bravúr! Ott a labda, Katikám, ott a labda! Úgy van. De jó, hogy visszafelé pörgött.
mondtam, örök bravúr kéne. Guyanán bevetődik, és Pálinger ugyanazzal a bal kezével, amelyikkel az előbben kitolta, most kiüti a labdát. A másik bal kezel így szó. Görbic. Kulcsár. Nem ilyen. Nyugodtan. Most kezdődik az utolsó ötben. Radulovic. Kulcsár. Hú, de jól tolta ki lovát. Így van! Te kellett! Nem vagyok biztos benne, hogy ezt így akarta, de... Az, igen. Arra Pöcire gondolta, hogy Kulcsár tovább tolta. Na nézzük, most majd megnézzük, hogy szándékos volt-e. Nem igazán. Nem, igen. A futballistán, amikor lecsúszik a beadás és bemegy. Nem mindegy, hogy a statisztikában végén technikai hiba kényszerzik, vagy jó passz kényszerzik. 4,5 perc, és 4 góllal vezetünk. Mintha lépés lett volna. Csáj Csáó, na! Kadog a kezükben a labda. Jó, vonal! Vonalra lépett le, és Schuffer ezt mutatja a brazil játékvezető. Hát sok minden eldőlhet ennél a támadásnál, attól tartok. ...31-27, tombol a magyar szurkolótábor a női világbajnokságon. Csáktornyán Ferling tovább, Kulcsár, hopp, nem kell, még siettetünk ennyire a támadás befejezéseket. Jó volt, jó támadás volt, hát elrejtette a kuli a labdát, jó kidolgozták szerintem. Kicsit mélyen kapta a labdát. Hát ő meg magasan bevágja. Én csak arra utaltam volna az előbb, hogy vízilabdában szokták. Most már játszunk minél tovább. Ez igaz. Játszunk türelmesen, nyugodtan, hagyj menjen az idő. Ferling, megfogják. Abban biztos vagyok, hogy még egy gól kellene legalább. Radulovic. Hát ebből nem lesz. Radulovic sajnos belül. Csai Csáó. Görbic próbálja megállítani. Szabad dobás. Van. Ezt ki kell védekezni, nincs üresen. Ez egy ravaszvár felállás. Bokival a hátsó. Hopp, így nem kell kivédekezni. Abszolút semmit se kell csinálni, csak ballagni kell a labdáért. És nagyon hosszan támadni, olyan hosszan, amennyire csak engedik. Nem maradhat többször is a Boki, ha megérdezik. Hát nem tudom, hallják, hát persze, hogy hallják. Hát mint hogyha Magyarországon lenne ez a VB. És most Pocsai Lajos kér időt. 2 perc, 12 másodperc a befejezésig, és vezetünk 3 góllal 31-28-ra. Van itt ám az alkalmi migulásoknál minden kereplő, meg zászló, a futtonyban meg csak ott lesz már az a 2 pont, ami a továbbjutást jelenti. Legalábbis valószínűleg, mert mondom, direkt nem utalok arra, hogy tovább juthat-e a magyar csapat, ha döntetlen, ha kikap, ha nyer, mert itt még minden lehet, akkor is, ha nyerünk, most már ezt el kell mondanom. Mert azért hozzátartozik az igazsághoz. Mi most nem hallottuk a magyar szövetségi kapitányt, remélem, hogy önök igen. Jön a végjáték, most már egyik szövetségi kapitánynak sincs lehetősége időt kérni. Itt most már minden a játékosokon múlik. Mi támadhatunk 2-10-zel a vége előtt? Jó egyperces támadásnak örülnek körülbelül, hogy sok-sok kis apró falddal szeretünk el, mert a kínaiak adnak neki. Görbic. Ott jön Radulovic.
ott van Lovász. Így van, így van! Ezt innen már nem lehet elveszteni, ebben szinte biztos vagyok. Tehát nekünk nem arra kell törekednünk, hogy itt a vége körömrágós legyen. Most kéne egyet faltolni. 32-28, belül az utolsó 2 percen. És így vége, így eldőlt, így biztosan eldőlt. Kedves nézők, most nem fogunk roppadvó izgulni az utolsó percben, de hát bánja az ördög. A magyar válogatott megnyeri ezt a nagyon-nagyon fontos mérkőzést, és készülhet a holnapi Dánia elleni szintén nagyon fontos találkozóra. Tehát egyelőre azért kövessük figyelemmel ezt a végjátékot. Hát, ha még valami szépet látunk a bilányainktól. Persze, hát ők maguk is szépek. Görbis, Sperling, ho-ho! Csodálatos gól a 9. Sperling Destinek. És 33-28 a javunkra. És jön az utolsó perc. Tegnap is kiemeltem a Destinek a gól erős játékát. Azt hiszem ma is a dicsérni lehet, hisz védekezésben is és támadásban is fölnőtt a valátúgyő pozícióhoz. Hát igen, és ez egy nagyon szerény kifejezés, hogy fölnőtt. 9 gól azok után, hogy a szlovénoknak 10-et lőtt. Akcióból mindegyik. Nem mint hogy a 7-eset kellene belőni, de hát azért az nagy dolog még pluszban. Radulovic, Görbis. Na mit tartogatunk a végére? Lovász, egy cselt, meg egy gól! Hogy játszik Lovász Zsuzsi? Nagyon fontosak az ő egyéni cselezései, betörései, és nagyon látszik rajta, hogy felszabadult a játék, és élvezi a játékot. Bízunk benne, hogy... És hát így vannak ezzel Lovász. Feltételezem most már a kedves nézők is, annak ellenére, hogy Bohust meg kiállítják, és kínai büntetővel fog befejeződni ez a mérkőzés. Lejön Pálinger Kati, és a helyére Sugár Timi áll. A szép volt Csajok Zúga lelátóról, meg lehetett még fejelni egy kilédet hetessel. Meg is fogja. No, Csai Csau. Bedobja, és ezzel vége a mérkőzésnek. 34-30-ra győz a magyar válogatott Szálai András.